Szent Márton története. Réges-régen élt egyszer egy fiúgyermek, akit Mártonnak hívtak. Szaváriában, a mai Szombathely területén született. Márton édesapja bátor katona volt, aki a római légió tisztjeként szolgált. A család Itáliába költözött, a szolgálatért kapott földek miatt. A kisfiú apja kérésére beállt katonának, és Márton bátran küzdött a római hadseregben. Bátorsága mellett jó szívű is volt, ezért társai is nagyon szerették őt. Egy nap a hadsereggel haladtak, amikor útjukba került egy reszkető koldus. Mivel dermesztő hideg volt, nagyon fázott. Mártonnak ruházatán és kardján kívül nem volt semmije. Így köpenyét ketté vágta, és felét ráterítette a koldus vállára. Amikor nem sokkal később lefeküdt aludni, különös álmot látott. Az a koldus jelent meg álmában, akinek odaadta köpenyének a felét. De a koldus valójában Isten volt. Isten hívta Mártont, hogy az ő seregében szolgáljon, segítsen minél több szegény embernek, és gyógyítsa meg a betegeket. Márton ott is hagyta a hadsereget, és pap lett belőle. Nagy területeket járt be, útját mindenütt csodák kísérték. Az emberek nagyon megkedvelték, mert jó szívű volt, és segítőkész. Így Mártont szerették volna püspöknek. Márton viszont nem szeretett volna püspök lenni, mert a szerénységet kedvelte, nem a pompát. Nem szeretett volna díszes palotában lakni, szolgákkal körülvéve. Ezért elbújt az emberek elől. Márton nagyon jó búvóhelyet talált. A libák közé bújt el, az ólba. Ám a libák hangos gágogással elárulták őt. Gá, gá, gá! Végül Mártonból püspök lett, akit már életében szentként tiszteltek az emberek. A libákat megsütötték, és megették. Márton azóta is arra tanít bennünket, hogy másokban és magunkban is meglássuk a jót.